Az atomerőmű reaktorcsarnokában az üzemanyagkazetták víz alatt mozgathatók az átrakógép segítségével a reaktortartály, a pihentetőmedence és a karbantartóakna között. A legkevesebb 3 éves pihentetést követően az átrakógép segítségével betöltik a kazettákat az azok szállítására kifejlesztett C30-es konténerbe, amelyet a karbantartóaknában helyeznek el. A konténerre víz alatt helyezik fel a fedelet, ezzel is csökkentve a személyzet sugárterhelését. A konténer kiemelését követően megtisztítják a felületét a pihentető medencéből származó bórós víztől, majd ráhelyezik egy pogácsának nevezett eszközre, ahol a szakemberek lezárják a fedelet. Sűrített levegővel kipréselik a konténerben lévő vizet, ami a pihentető medencébe jut vissza. Hűtés céljából a konténert újra feltöltik friss, tiszta vízzel úgy, hogy az a kazettákat teljes mértékben ellepje, majd a fennmaradó teret nitrogénpárnával töltik ki. Daru segítségével egy speciális vasúti kocsira helyezik a szállításra előkészített konténert, mely az erőmű közvetlen szomszédságában lévő kiégett kazetták átmeneti tárolójának fogadó épületébe érkezik. Itt egy 100 tonna teherbírású emelőberendezés segítségével kiemelik a konténert, majd annak a mozgatására és pozícionálására szolgáló berendezésre helyezik. A konténerben lévő nitrogénpárnát leengedik, és a szakemberek leszedik a fedelet lezáró csavarokat. A konténer a szállító folyosón keresztül a fedélemelő berendezés alá érkezik, ahol leemelik a fedelét. Ezt követően a szárítócső alatt áll meg. Az átrakógép megfogó berendezése a vízzel töltött konténerben lévő kazettát megfogja, és a szárítócsőbe emeli. A közel 160 Celsius fokos levegővel mintegy másfél órán keresztül kívülbelül megszárítják a kazettát. Ezt követően az átrakógép önmagába egy ólommal árnyékolt hengerbe húzza a kazettát, így készen áll a kazetta elszállítására egy adott koordinátájú tárolócsőhöz. A szárítási művelet alatt a kezelő személyzet eltávolítja a soron következő tárolócső felett lévő járólapot. Az átrakógép a tárolócső fölé pozícionál és megkezdi a kazetta elhelyezését. A dugóemelő segítségével kiemeli a tárolócsőből az árnyékoló záródugót, és az úgynevezett torony elforgatásával, amely a kiégett kazettát is magában foglalja, a kazettát beforgatja a tárolócső fölé. Az átrakógép behelyezi a kazettát, majd újra az árnyékoló dugót forgatja a tárolócső fölé, és annak visszahelyezésével a gép lezárja, valamint árnyékolja a tárolócsövet. A kezelő személyzet egy speciális berendezéssel a töltő ürítőszelepen keresztül kiszivattyúzza a tárolócsőben lévő levegőt, megközelítve ezzel a cső belsejében az abszolút vákumot.
Ezt követően ugyanezen a szelepen keresztül nagy tisztaságú nitrogén tölt a tárolócsőbe, minimális túlnyomást létrehozva. A személyzet meggyőződik az árnyékoló záródugó tömör zárásáról, és a járólap visszahelyezésével befejezi a kazetta betárolási műveletet. Ez az oxigénmentes, nitrogénnel teli környezet biztosítja a kazetta számára a korróziómentes környezetet. A csöveket kívülről a tárolókamrán átáramló levegő hűti. Mivel a légáramot a természetes kéményhúzat biztosítja, így a kazetták egy pillanatig sem maradnak hűtés nélkül.